egy jobb évbe idáig ér a búza. Molnár István gazdálkodó éppen azt mutatja, hogy a száraz időjárás miatt a búza fele akkorára nőtt, mint amekkora május elején, közepén szokott lenni. Ez miatt kiszáradt a búza, sárgulnak az alsó levelei, kevesebb az oldalhajtások száma, lassabban fejlődnek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica, valamint a napraforgó. A gazdálkodó nem tapasztalt ekkora aszályt 1990 óta Tolna megyében. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. 200 mm hiányzik az idén. Januártól kezdve a havat is beleszámolva, ilyen 50-100 mm csapadékunk volt. Egész évben szokott lenni 6-700 mm. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricából 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számít a gazda. Ennek mértékét azonban nem tudta megbecsülni. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke is azt mondja, jelentős terméskiesésre kell számítani a száraz idő miatt idén, hiába esett minimális csapadék a napokban. Szekszárdon mindössze 10 mm eső esett májusban. Ráadásul ez a kevés csapadék is több részletbe jött, és sokszor a szél szárító hatása is érvényesült. A gazdák számára megoldást jelentett a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, aminek három pillére van. Ennek igénybevételéhez kárenyhítési hozzájárulást kell fizetniük. Azok a termelők lesznek jogosultak az agrárkárenyhítési alapból való támogatásra, akik adott évben, adott növénykultúra vonatkozásában legalább 30%-os hozamcsökkenést és legalább 15%-os hozamérték csökkenést, azaz bevételkiesést szenvednek el. A rendszernek további feltétele, hogy a kár megjelenését követő 15 napon belül a Magyar Államkincstárnak elektronikus úton ezt a kárt be kell jelenteni a gazdálkodónak. Ezután helyszín ellenőrzés, adminisztratív ellenőrzés következik, majd hogyha ezek az ellenőrzések is leigazolják a kárt, akkor a termelőknek november 30-áig van lehetőségük arra, hogy egy agrárkárenyhítési kérelmet nyújtsanak be, szintén a Magyar Államkincstár honlapjára elektronikus úton. A termelők akkor kapják meg a számukra a megítélt kárenyhítési juttatás teljes összegét, ha mezőgazdasági biztosítással is rendelkeznek. Hogyha nincsen biztosításuk, akkor sajnos a részükre megítélt kárenyhítési juttatásnak csak az 50%-át tudják megkapni, annyira jogosultak. És fontos még azt megjegyezni, hogy a mezőgazdasági termelők, hogyha mindenképpen ki szeretnék használni mind a három pillérét az agrárkockázatkezelési rendszernek, akkor még május végéig tudnak biztosításokat kötni. Országos szinten 7,6 milliárd forint kárenyhítést fizettek volna ki a gazdáknak 2017-ben, de mezőgazdasági biztosítás hiányában az állam ennek az összegnek csak a felét utalta ki a gazdáknak káruk enyhítésére.